Idén három filmet is kitolt magából a Marvel csapata. Csak nem, hogy aztán az új tempó túl nagy falat legyen számukra, és a torkukon akadjon. Értitek? A torkukon. Áj, most már értem, miért nincsenek barátaim. Sziasztok, Jani vagyok, és ez itt a Janiverzum. Bevallom őszintén, nekem az első kettő Thor film csak úgy oké volt, éppen ezért nem is nagyon érdekelt a harmadik rész. De ez megváltozott, amikor bejelentették, hogy a rendező nem más lesz, mint Taika Waititi, akinek a Hétköznapi Vámpirok című filmjét még én is beraktam a 2015-ös filmajánlomba. Jut eszembe, eléggé elcsúsztam a 2016-os filmajánlommal. Majd bepótolom. Szóval, elég bátor döntés volt felkérni egy vígjátékrendezőt erre a hatalmas blockbusterre, amely elmeséli a villámlás, a mennydörgés és az álomhaj istenének harmadik kalandját. Így hát vágjunk bele! A történet szerint Thor sikertelenül tér vissza az Infinity Stone-ok felkutatásából, de otthon se nyugalom várja, ugyanis rájön gonosz testvére Loki tervére, de ez eltörpül ahhoz képest, hogy milyen veszély leselkedik nem csak rájuk, de egész Asgardra is. Ugyanis megjelenik a még gonoszabb Hela, a halál és a pusztítás istennője. Vajon sikerül legyőzni őt és megmenteni Asgardot? Vajon Thor haja a végéig kitart? A történetről videó ennyit, most pedig elmondom a tapasztalataimat, először is a pozitívumokat. Wow! Íme az első hatalmas költségvetésű szuperhős vígjáték! Ha csak nem tekintjük annak az öngyilkos osszagot, amely nevetséges volt. Végig szórakoztam és nevettem ennyit egy filmen. Végig vicces, a poénok akármennyire is egyszerűek, de betalálnak, főleg úgy, hogy a karaktereket teljesen szabadjára engedik. Jeff Goldblumot mindig jól látni, Mark Ruffalo maga Hulk, Tom Hiddleston hozza a kötelezőt, Chris Hemsworth pedig mintha most találta volna meg igazán önmagát. Nem is emlékeztem rá, hogy Thor ennyire vicces. Olyan igazságtalan, hogyha valaki egyszerre szexi és humoros is. Szóval mindenkitől elnézést kérek, akit ezzel folyamatosan megbántok. A digitális mellékszereplők iszonyatosan jók és viccesek, a harcos űrbogártól a hobbi forradalmár kőorjásig. Plusz, végre kaptunk ismét egy igazán jó Marvel főgonoszt. Két Blanchett alakítja, és meg kell, hogy mondjam, nagyot nőtt a szememben. Iszonyatosan jól árnyalta a karakterét, megkaptuk a motivációját, és be kell, hogy valljam, életemben először, annak ellenére, hogy úgy néz ki, mint egy Nightwish rajongó, akit elkapott az eső, még a szívemet is meghódította. Ez a film egy szerelmes levél a 70-es, 80-es évek sci-fi fantasy filmjeihez, kezdve a hangulattal, a színvilággal, a szörnyek kinézetével, az effektekkel, szóval itt is süvít a nosztalgia vasút. Ráadásul az már csak habatoltán, hogy Thor és Hulk harca elképesztő lett, tele van epik és hidegrázós pillanatokkal. Igen? Thort újra megismerhetjük, és az összes eddigi megjelenése közül itt a legkirályabb. Persze még mindig nem annyira király, mint Bono, miközben jótékonykodik. Ennyit a pozitívumokról, és most jöjjenek a negatívumok. Nos, egy kicsit dilemmázok, ugyanis akármennyire is szórakoztatónak tartottam ezt a filmet, vannak súlyos hibái, amik fölött egyszerűen nem tudok szemet hunyni. Ez az! Mondd meg nekik a tutit! Talán a legnagyobb hiba, hogy a film teljesen súlytalan. Egyszerűen nincsen érzelmi mélysége. Történnek mindent megváltoztató dolgok, és nem tudjuk őket átérezni, mert a komédia annyira felhigítja. És az baj, mert érzelmi töltet nélkül nem működik igazán egy film. Úgy érzem, a filmnek jobban állt volna egy kicsit több komolyság és földhöz ragadtság, főleg azért, mert voltak olyan jelenetek, amik határozottan kívánták az érzelmek kiváltását. Nem is olyan régen a Galaxis Őrzői 2-nél például jól eltalálták a humor és az érzelmek arányát, főleg a végén. Vannak benne tipikus lejárt a szerződésed pillanatok, így pár karakterrel eléggé mostohán bántak. Ha már láttátok a filmet, akkor nagyon jól tudjátok, kikről beszélek. Ráadásul költöttek a filmre 180 millió dollárt, és egy-egy zöldhátteres megoldások és effektek
kegyetlen gagyik. És csak enyhén túlzok. Szóval összességében ez egy remek szórakozás volt, tényleg nagyon vicces, a színészek remekelnek, tele van cool pillanatokkal, éppen ezért nem is tudok igazán szőrszívű lenni vele, de túlzottan súlytalan lett, és nem is nagyon ad hozzá Marvel univerzumhoz, így az értékelésem. 74%! De végsősorban azért vannak ezek a filmek, hogy szórakoztassanak, hogy elfeltessék velünk két órára a zajongó szomszédokat, a csekkeket, vagy hogy el kell menni már WC papír, mert négy napja elfogyott és már nincsen tiszta felülete a kéztörlőnek. Szóval, tényleg nagyon jól éreztem magam a moziban, éppen ezért ajánlom mindenkinek, de persze teljesebb az élmény úgy, ha már láttad az összes eddigi Marvel filmet. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, és légy te is részes a univerzumban! Talán már mondani sem kell, de a stáblista előtt és után is van plusz jelenet, úgyhogy mindenképp várjátok meg! Mondom, utána is van plusz jelenet!